Sok szeretettel köszöntjük Önöket, professzor dr. Bessenyei Lajos a mai vendégünk, mint láthatják, aki 9 éven keresztül volt a Miskolci Egyetem rektora, és ugye úgy került Miskolcra, hosszasan, több, akár 20 évvel több ideig tanított a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, és utána került Miskolcra, amikor a közgazdaságtudományi karit megalapult. Ugye műszaki egyetem volt, ezt mindenki tudja, utána színesedett, bocsánatot kérek a műszaki karoktól, utána színesedett és teljesedett univerzummal tulajdonképpen ez az egyetem, és így került ide professzor úr, és szerepel a közgazdaságtudományi kar alapítói között, sőt, hát ugye tudományos dékán helyettes volt, később pedig dékánja lett ennek a karnak, tehát tulajdonképpen azért az egyetemi pályafutását úgy gondolom a 9 éves rektorsága koronázta meg. Szabó Tóth Kinga vagyok, akik nem ismernének, azoknak mutatkozom be nagy gyorsan. Én szoktam a klubokat bevezetni és felkonferálni, és mindig az az igazság, hogy zavarban vagyok, ez néha látszik, néha nem, hogy mit mondjak arról, aki most itt áll, előadást tart nekünk, hiszen olyan professzorokról van szó az esetek többségében, akiknek van egy hihetetlen gazdag életpályája, akik ismert emberek, nemzetközi hírű emberek, és egy-két adalékot most kiemelni, kár az önéletrajzukból, sokszor úgy gondolom, ezért mindig csak a lényeget mondom el. Aztán azzal vicceskedtem, mint professzor úrral, hogy néha úgy átfabrikálom az életutakat, hogy már a jelölt se ismer magára. Mert ugye ez meg megint egy, én szociológus vagyok, szociológiai tény, hogy néha más információkat emelünk ki egy-egy életútból, mint amit az alany szeretne magáról hallani. Úgyhogy ez már csak egy ilyen szakmai átdolog. Különös öröm, hogy professzor úr ma itt a vendégünk, és amellett, hogy a jövő kutatásról fog egy előadást tartani, egy rövid előadást, utána Hajnal József újságíró, akit szintén nagy szeretettel köszöntünk, ő lesz a beszélgető társa, egy pódiumbeszélgetés fog itt zajlani, és azért különösen öröm, hogy professzor úr elfogadta meghívásunkat, mert hogy a mai világban, ami nagyon felgyorsult, nagyon bizonytalan, mindenki tudja, aki ebben benne is mindannyian ennek részesei vagyunk, borzasztó nehéz megmondani, hogy mi lesz, nem az, hogy mi lesz, mit tudom én, 10 év múlva, hanem hogy mi lesz holnap, holnap után, mi lesz velünk, hova sodor minket a szél, vagy hol lesz a jövő. És ugye a szociológusok, közgazdászok és demográfusok hosszasan sorolhatnák, hogy milyen szakmák azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet előre jelzéseket adni. Hogyan lehet a múltból és a jelenből megmondani, hogy milyen lehetséges jövők állnak előttünk. Na most ez azért nagyon nehéz. Aki ezeket a szakmákat műveli, az pontosan tudja, hogy ugye kvantifikálni ezeket a dolgokat borzasztóan nehéz. És engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy utána jártam a professzor úr azért az interjúiban mikről szokott beszélni, és azt is el szoktam mondani, majd esetleg megerősít, ha elvesen bólogat, hogy ugye a statisztikával sok mindent lehet csinálni. Ugye a számok nem hazudnak, de ugye mindenféle értelemben ki lehet őket forgatni, ezt is tudjuk. Tehát nagyon nagy a felelőssége a kutatónak, a kvantitatív kutatóknak és kvalitatívoknak egyaránt, hogy mit kezd ezekkel az adatokkal, hogyan interpretálja őket. És professzor úrnak volt egy olyan meglátása, hogy akár alapkészségek szintjén el lehetne sajátítanunk ugye a statisztikai adatoknak az elemzését, értelmezését, mint készséget. Mert napi szinten találkozunk ilyen adatokkal, és nem biztos, hogy tudjuk őket értelmezni. Na hát sok mindent nem tudtunk, hogy professzor úr volt-e. Majd Hajnal József, akinek mindig nagyon különleges kérdései vannak, az élet ízéről egy kicsit, és professzor úr életének ízéről is fog kérdezgetni, és addig pedig hallgassák meg sok szeretettel a tudományos előadását a jövőkutatástól. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen én is, és nagy tisztelettel és barátsággal köszöntök mindenkit, aki idejét ma este arra áldozta, hogy személyem szövegét hallgassa. Nem tudom, hogy tudok-e meg hozzájárulni a ismereteik gazdagításához. Hát Kinga felvezetését, ez egy nagyon nehéz helyzet volt, mert szóval a másik énemet is megbirizgálta ezzel, tehát a jövőkutató és a statisztika, amely ugye életem folyamán együttesen megy és folyik. De muszáj visszatérnem egy mondatban erre a statisztika dolgára, ugye, hogy való igaz, és az furcsálmazik első pillanatra, hogy, és ezt nem csak én mondom, mert olyan szintjés ez, mások, a statisztika a demokrácia egyik legfontosabb feltétele. Hogy a statisztika az állampolgároknak, az embereknek érthetően a valós helyzetről a valós képet nyújtsa. Ez a demokrácia kérdése, és ez egy általános elfogadott dolog.
És valóban van egy olyan, amit ugye utalt is rá, itt Kinga erre, utaltál rá, most hát azt mondom, egy kicsit beszélgettünk is, hogy valóban az egy elfogadott tétel, hogy eljön az idő, és most eljön, amikor a statisztikai műveltség, a számok mögötti tartalom meglátása olyan elemi ismeretté válik, mint az írás és olvasás. De a mai világban adatfelhőz bennünket. Big data problémák, egyszerűen sajtó, televízió, az embereket bombázzák adatokkal. Hát ha nem tudnak eligazodni benne, nem értik a számok mögötti, erről sokat lehetne beszélni, akkor nagy baj van. Tehát szumma szummáról csak azt szeretném mondani, hogy valóban ez egy rendkívül fontos és nagy felelősség is mindenkinek, aki a számokkal dolgozik. Visszatérve az eredeti témámra, ugye én úgy gondoltam, hogy egy klub esten vagyok itt, egyetemi kollégáimmal, barátaimmal és hát jól ismert, kedves miskolci ismerőseimmel. Talán ez a szituáció, ez a helyzet nem igényli, vagy talán nem is lenne összhangban egy ilyen feszesebb konferenciáriadás, írásvetítővel és így tovább. Én inkább egy kicsit ilyen, hogy mondjam, beszélgetési jelleggel szeretném elmondani a jövőkutatással kapcsolatban néhány dolgot, amivel a Kinga megint rákivarkozók kezdte, hogy hogyan lehet a múlt, jelen múltból a jövőt megjósolni. Az álló gondolatom pontosan az, hogy itt a nagy baj. Itt kell valamilyen paradigma váltást csinálni, mert a helyzet egyre rosszabb és egyre bonyolultabbá válik. No, először talán annyit engedjenek meg, hogy arról szólja, hogy a jövőkutatás azért egy olyan különös, pikáns, sokszor szkeptikus kételyek veszik körül, mi az, hogy a jövőt megmondani, hogy mi lesz a jövőben, hát az nyilván. És akik ezzel foglalkoznak, azon ki tudja, mennyire tudományos munkát végeznek. Tény kérdés, hogy amikor Magyarországon 50 évvel ezelőtt, hogy mondjam, kezdtük foglalkozni ezzel a kérdéssel, a magyar jövőkutatás alatt, mint a professzor, a Kovács Géza, a professzor volt a közgazdas egyetemen, hát ők bizony nagyon sok inzultus érte szakmai, tudományos kollégák részéről, hogy ezt nem tudomány, hát ezzel foglalkozni, ennyire lesz. Hát ez egy ilyen neszesen mi fog meg jól. Tehát ez egy nagyon-nagyon, van egy ilyen értelmezés, hogy a tudomány oldaláról ez mennyire fogadható, ez mennyire tudományos. A másik, és a nagyon fontos, hogy a jövő kutatás, amit azt mondtam, hogy 50 évvel ezelőtt nálunk, egy nagyon régi tevékenység. Meglepődnek, azt mondom, hogy ugye azt tudjuk, hogy a legősibb mesterség melyik. Szóval a legősibb mesterség a szerelmi szolgáltatás, az ember génjeiben benne lévő fajfenntartás, a szexualitás, egyéb, tehát az ember, és ha ilyen vágy, ilyen ösztön van, akkor nyilván megjelenik ennek a szolgáltatása, a kielégítése. Ezért mondjuk, hogy az mióta az ember a Földön a korai kortól létezik, ez a tevékenység megvan. Ez kevésbé mondjuk, hogy van egy másik ilyen ősi foglalkozás, ez pedig a jövendőmondás. Tudjuk, az emberben be van kódolva a fajfenntartás már egy másik, egy oldhatatlan kíváncsiság a jövő iránt. Mi lesz velem, mi történik, mi lesz holnap, holnap után, azután. És ez szintén, mióta az ember a Földön él, ez a jövő iránti kíváncsiság létezik. Hát pedig, ha létezik, akkor ezt ki is kell elégíteni. Nos, a jövőn a régi korok már az ókortól, sőt, mióta mondhatom, az emberiség kezdetétől, tehát már a őslődőségi viszonyoktól kiindulva, megjelentek azok, azok az emberek, azok a szakmák, akik ezt kielégítették. Jövendőmondók, csillagjósok, sámánok, és így tovább, és így tovább. Ez nekünk megint nem jó, csak át akarok utalni, mert nagyon sokan a jövőkutatásnak ezt az vonulatát, hogy mondjam, tartják szem előtt, és a szomorú az egészben az persze, hogy amikor a fejlődés kezdeti szakaszában
a tudományok kialakulatlansága vagy fejletlensége eredményezte azt, hogy ilyen nem tudományos jövőképeket készítsenek. Ezek a mai korban a tudomány fejlettségének igen magas fokán megvannak. Tehát a mai korban is, sőt, virágzanak az ilyen nem tudományos jövőképek, nem mondom jövőkutatásnak, mert jövőkutatásra tartsunk egyfajta szakmai jelleget, tehát virágzanak ezek, közismert, hogy bizonyos, hogy mondjam, divatos jövendő mondók esetében évre előre betelt a határidőnapló. És mondják, ugye, művészeti életünk színe java és mások állnak sorba, hogy megtudják a jövőt. És ennek a oka persze roppant egyszerű. A jövő iránti kíváncsiság, a tudomány bármilyen szintjén álljunk is, végső fokon megmarad az embernek. Végső fokon érdekel bennünket, hogy mi lesz holnap, holnap után. Természetesen ugye korábban ez teljesen csak a biológiai léthez kötött dolog volt, a mai kor emberének már sokkal több és sokkal hosszabb távú jövőképre van szüksége, de ma is megvan, és ma is él, és ma is virágzik, és mindenből csak azt akartam kihozni, hogy a jövőkutatásra ez azért egy kis árnyékot vet. És meg kell mondani, hogy ezek itt nagyon aktívan tevékenykednek, és engem egyszer Pécsat meghívtak egy értelmiségi fórumra, ahol tudomon kívül meghívtak egy jóst is. És hát csúfosan le is égte, meg kell mondanom, mert ugye a jós mindenre biztos válasza volt. A jövő kutatással foglalkozó szakember csak egyfajta, hogy mondjam, valószínűsíthető, várható állapotokról tud beszélni. És ő pedig kategorikusan, és milyen érdekes a hit kérdése, ugye, hogy letett egy pálcát, mondom, értelmiségi klubban voltam, és azt mondta, hogy aki ezen a pálcán átlép, annak én meg tudom-e mondani, hogy mikor hal meg, mert ő meg tudja mondani. Teszteljük. A pálcán senki nem mert átlépni. Nagyon érdekes. Tudtam mindenki, hogy az emlék az. De ott volt a kisördőbb a emberek fejében, hogy soha nem lehet. Szóval, és tényleg is, tehát, és ez egy óriási vonzerő tart az ilyenféle tevékenységeknek, és mondom, ezek hát nagyon jól élnek és nagyon jól virágzanak, és ezek a, csak utalni szeretnék itt néhány ilyen történelmünkön átvonuló, ilyen nem tudományos, hogy mondjam, előre jelzésekre, mert azt látni kell, ugye, hogy a történelmünk nagyon hosszú időszakában a nem tudományos jövőképalkotás virágzott. Lényegében a múlt század, a 19. század elejétől lehet számítani a tudományos jövőkutatás világszerte. Ipari forradalom után mondhatnám így, amikor egy két ilyen, hogy mondjam, alapkövet mondok, 1929-ben megjelent Morgenstern könyve a gazdasági prognosztikáról Bécsben. És a 30-as években pedig Freckheimnek a lényegében a futurológiával kapcsolatos. Most ez a két terület kutatja és jövőkutatásként többeti, az egyik a rövidebb távú, kisebb, dezagregáltabb, mondjuk egy termék, egy vállalat és így tovább, egy gazdaság akár, rövidebb távú és kvantitatív prognózis, míg a futurológia a komplex nagy távon. Mi lesz velük 50 év múlva? Merre tart a társadalom, a föld és így tovább. Most, tehát ez lényegében a múlt század elején alakult ki. Azért történelmű hosszú időszakát ugye a nem tudományos jövőképet alkották, és itt azért nagyon érdekes, hogy mondjam maguknak, szóval az ember sokszor elgondolkodik, hát most nem akarok felsorolni sok ilyet, de például megemlítem a delfói Jósdát, amiről sokan hallottunk. Ugye hát tudjuk jól, hogy ahol a két sasmadarat a föld két szélre elegettek, és ott találkoztak, ott volt a föld köldöke, a föld közepe, és Apolló odaépítette a Jósdá és Istennel a templomot, ahol Pütia istennő mondta a hozzáfordulóknak. Ez nagyon érdekes. Volt benne sok igazság, sok
De minden, ami mondjuk a mai számra is érdekes, alapelv volt. A jóslást meg kell érteni. Az ugye, a csatából élve halva fogsz megjönni. Aki megjött élve és megértette a jóslást, az nagy adományokkal fordult a jósnőhöz. Aki nem, annak pekje volt, ő szegény, nem értette meg a jó. Tehát ilyen kétes dolgok vannak, de mindenképpen ez egy nagyon, hogy mondjam, a kultúránk részét képezi a delfai jósna, és még hozzáteszem azt ugye, hogy vannak tanulságai is számunkra, mert tudjuk, csak egyre utaló, azt mondja, hogy az Úr nem mond meg nyíltan semmit, nem is tilt meg semmit, csak jelez. Most ebben, hogy érezzék ezt a finomságot, tehát arról van szó, ha jövőre mondunk valamit, hogy nem lehet tenni extra kijelentéseket. A jövőre nézve csak bizonyos valószínűségi tartalommal bíró, nagy valószínűséggel ez következik be, ha a körülmények így és így alakulnak. Csak ezt tudjuk mondani. Tehát nagyon nagy bölcs, sőt a fölirat, hogy ismerd meg önmagad, ez szerepel a jósna falán, ez megint egy nagyon mély, a mai világban is nagyon mély tartalommal bír. Vagy megemlítem talán erről kevesebbet, hallottam, ha volt a 13. században egy Roger szerzetes nevű ember Angliában, nem tudományos jövőképekről beszélek, aki akkor, 13. században arról írt, hogy lehet olyan szerkezetet csinálni, amelyik egy nagy hajót a vízen egyetlen ember segítségével tud irányítani, és gyorsabban halad, mintha megvonna önvel hajó személyzettel, legénységgel. Lehet csinálni olyan szerkezetet, amelyik állati segítség nélkül gyorsan halad előre. Lehet csinálni olyan szerkezetet, 16. század, amikor az ember levegőbe felemelkedik, kényelmesen ülve, bármiről gondolkodhatva, a mesterséges szárnyain úgy repül, mint a madarak. És utoljára mondom, lehet csinálni olyan szerkezetet, mert az ember a tenger felé kell nyugodtan járhat kellett. Na most, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ezek a 16. századi nem tudományos előjelzések, csak hogy ott vagyunk bajban, hogy mit mondjuk, nem közéltően be is következtek. Jóval később. Tehát nem tudományos formában jelentek ezek meg, és utána mégis bekövetkeztek. Akkor, na itt ez az a pont, aminél azt hiszem, hogy nem is kívánok ír, sem állásul, de mindenképpen elgondolkodhatóak ezek a dolgok, vagy Nostradamus, szintén közismert. Minden évben, most is, a Nostradamus jóslatai 2018, ott a neten mindenhol ott szerepel, könyvek tömege. Most ezeként mit mondjuk? Ez a francia orvos 16. században, ugye azt mondja, hogy leült a teraszán, és mintha mai, ugye akkor nem volt még mozi, mai szemmel egy mozifilmet látna, és 500 évre előre lepegett előtt az emberiség története. Hát erre ugye nyilván azt mondjuk, hogy ilyen nincs. De most megnézzük, hogy a Szent Zsúriákba szedte össze, hogy a négy sorosokban a mondani valóit, megdöbbentő. Jó, persze ennek van a vadhajtása is, nyilván belemagyarázzák, de ténykérdés, hogy elgondolkodtató dolgokról beszélt. Megjelent benne ilyen írni Sztálin, Rubel, és így tovább. Tehát olyan, amik nem is léteztek. Egyébként a népszerűségét, a PR-ját azzal szerezte meg, hogy 1559-ben, július 30-án, tehát megjósolta, hogy a második Henrik francia király úgy fog meghalni, hogy az öreg oroszlányt, egy fiatal oroszlány bajvívás közben megsebesíti, megvakul és meghal. És mi történt? Tényleg volt egy bajvívás, ahol a második Henrik azt mondta, meg akar vívni egy fiatal Montgomery testőrség parancsnokkal, elkezdtek ott vívni, a lándzsa valahogy eltörött, és a lándzsának egy darabja a király rostéján keresztül a szemébe fúródott, amiben három napról meghalt. Na most ezek után egykori fejezések szerint Nostradamus értéke hallatlan módon ment fölfelé, adták ki a könyveit, és így tovább. Tehát
és erre megint ugye azt lehet mondani, hogy érdekes, érdekes. Vagy science fiction, ha nem mondjuk így ismerni, Vermét, Hadszét, másokat. Itt szellemi termékként olyanokat mondta, amelyek később megvalósultak. Na most, én csak azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy a ilyen nagy, hogy mondjam, dolgokban sokszor nem lehet levezetni a fizikai, hát az, hogy a mennyiségi változások szép, lassú, egymásra rakódása, és azt tudjuk követni, és várjuk, hogy mikor lesz egy nagy robbanás. Ezeknél ezt nem elmondhatni. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ez valami érdekes véletlen. Hát inkább a véletlent, ha csak szeretnénk mondani, hogy ma mindenre azt mondjuk vélet, aminek nem tudjuk tudományosan megmagyarázni az okát, és a véletlen, hogy ez történt. Milyen véletlen? Most én csak azt szeretném mondani, hogy egy dolog sajnos tény. A nem materiális világról nagyon keveset, ha vagy semmit nem tudunk. Sejő János nemvéletlenül mondotta azt, hogy a maikor emberére az jellemzi, hogy most professzor úr, egyre mélyebbre hatol az anyag szerkezetében, egyre közelebbről vizsgálja a végtelenül parányit, és az nagyon jó. Ám de bizonyos nagy kérdésekre a figyelmet, nem fordítja a nagy kérdésekre a figyelmet, tehát nyilván ő arra utalva, amiről beszéltünk is, hogy a nem materiális területeken. És mivel a kérdés most jelenleg beszélgetünk, leszünk itt, azt mondom, hogy igen, az a végső kérdés, hogy arra választ nem tudjuk, hogy hol voltunk, amikor nem voltunk, és hol leszünk, amikor nem leszünk. Ebben a kérdésben megkapom minden, amire a tudomány bármely fokán álló emberek, és szerintem tanulmányoztam Nobel-díjasok mások életét, nagyon sokan váltak egy bizonyos idő után hívő emberekké, miután ebben a harapófogóban, ebben a helyzetben nem tudtam is mondani. Tehát én azt mondom tehát, hogy nagyon sok érdekes és izgalmas dolog van a világon, és azt hiszem, hogy nagyon nyitottaknak kell lennünk, és azt is látjuk el nyilván, hogy a tudomány adott fejlettségi szintén tudunk dolgokat megmagyarázni, lehet, hogy 50, 100 vagy 150 év múlva a tudomány akkori fejlettségi szintjén a ma elvetett vagy sallatásának idő dolgokat pozitívan tudjuk fogadni. Tehát ez így bennem van ezekben a dolgokban. Na, tehát utaltam az előbb arra, hogy a tudományos jövőkutatás gyakorlatilag a múlt században következett be, és itt én csak ennek kapcsán arról szeretnék egy pár szóval utalni, hogy ennek a tudományos megalapozottságnak a nehéz tűrérségét a kvantitatív módszertan adta. A matematika, a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika a múlt században olyan fejlettségi szinten érte a 30-as években, amelyek lehetetlenné tették a sztohasztikus folyamatok kezelését. Márpedig a társadalmi, gazdaság és egyéb folyamatok azok egy sztohasztikusan, tehát valószínűségi alapon értelmezhető folyamatok, amelyeknek nincs biztos kimenete. Fizikai, természettudomány, egyéb törvényszerűségeknél egyértelműen meghatározható, ezt teszem, mert mi következik abból, és ez mindig így van. A társadalomban, gazdaságban nem lehet ismételni a kísérleteket, nem lehet teremteni azonos feltételt. Az ok-okozati összefüggések szinte majd mindig olyanok, hogy egy adott jelenségre a tényezők rendkívül nagy sokasága ad. És ebből következően soha nem tudjuk azt mondani, hogy ha ez van, akkor biztos ez lesz, hanem azt tudjuk mondani, hogy van valamilyen valószínűsége annak, hogy. Tehát a mi egész tevékenységünkre ez a jellemző, és az ilyen folyamatokat, tehát nem a determinisztikus, hanem a szorosztikus folyamatok kezelését, a valószínűségszámítás tette lehetővé. És a matematikai statisztika révőre, és a különböző modellek, ökölmetri modellek, regressziós modellek, idősoros modellek, hagyja folytassam, mind-mind ebből táplálkoztak, és ma hallatlan gazdag irodalma van ennek a tevékenységnek.
Na most, ugye itt a kérdés az, hogy vajon a mai világban, és itt most már a címben jelzett kérdésre szeretnék közeledni, vajon ezek a módszerek alkalmasak-e? Amit említettél, eddig mindig azt hallottuk, múlt, jelen, jövő. Van egy szerves folyamat. Egymásra épülnek. Ugye kedvenc mondásom volt mindig, ezt most is, tekintsd a múltat, meglátod a jövőt. Vagy a jövőbe vezető út a múlt köveivel van kirakva. Aki a múltját nem ismeri, annak jövője sincs. Tehát számos népi bölcsesség is erre utalt, ténylegesen, hogy a múlt, jelen, jövő egy ilyen egységes folyam, ami a múltból valahonnan, a mint távolból ered, és megy valami a messzi távolban. Tehát a múltunk motorjós közé, mint a jövő mondhatnánk, tehát a történész és jövőmutató kvázi édes testvér is ebben a planatásban. Ez általában az elmúlt évezetekben így is volt. A fejlődés mértéke üteme az nagyon jó követhető volt, most egy egyszerű példában mondjam, ha nézzük a évszázad váltásokat, akkor lényegében egy ilyen lineáris folyamat figyelhető meg, tehát a 11. 12. 13. hogy váltották egymást. Nem voltak, hogy mondjam, számottevően olyan dolgok, amikre a korábbiakon lehetett volna következtetni. Tehát egy ilyen egyensúlyi állapotról, vagy egy ilyen részleges konfliktusról lehet beszélni, tehát mindig szépen lehetett követni a múltból a jövőt. Viszont most a 21. század fordulóján történt valami, amikor ez a folyamatosság megszakadt. Ez a folyamatosság megszakadt, most egyszerűen ez a linearitás átváltott egy exponencialitásba. Hát egyszerűen, ami eddig láttunk, amiből lehetne következtetni, ezek a következtetések döntő többsége félrevezet bennünket. És ennek egyszerű oka, mondom, időzően egyszerűsége, az, hogy most játszottak le a 21. század fordulóján olyan forradalmak, amelyek ténylegesen a korábbi időszakban elkövetettek voltak. Marx György, neves fizikus, az ELTE volt professzora, az olyan 10-valahány éve hunyt el, aki egy kiváló fizikus volt, de kiváló társadalomtudós is volt ebből következően, ő mondotta azt, hogy a mai korban egy ember annyi változást ér meg, mint az ókori Mezopotámiában 100 egymást követő generáció. És erre valóban tanulni lehetünk, a változások borzasztó gyors ütemben, hát példákat lehetne mondani, most nem csak a népmesék, de a tudományos, technikai, műszaki fejlődésből is, a termékciklusok, hogy mondjam, drámai rövidüléséből is így tovább, de már egyszerűen egy ilyen gyors változás következett be. Mert felvettem azt, hogy vajon a mai atomkor, a nukleáris energia, mostani és a várható alakulásán lehetett látni a 19. vagy 20. század közepén tájékán már. Tudtuk, hogy valami van, de ez a robbanás, ami bekövetkezett, erre nem lehetett, hogy mondjam, számítani, ez teljesen újszerű. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nem tudom megállni, hogy nem mondjam magyarságon, hogy azért ennek a kornak, az atomkorszaknak a indító gombjánál azért álltak magyarok is, mondjuk Szilárd Leó például, akinek a neve Fermivel együtt az első atomreaktor, ez fantasztikus nagy dolog, de Hevesi György, Wigner, Jenő mind ott voltak ennél, és azért ez a nagyon nagy dolog, és a magyar tudománynak ez egy világsikere, hogy egy korszakot meghatározó folyamat elindulásának voltunk ott. Tehát az atomkor teljesen egy olyan újszerű helyzet, amire mondhatjuk, hogy szakadás történt be, egy exponenciális ugrás következett be. Vagy ugyanígy a komputer, az informatikai forradalomban. Nem 1550 évvel, de még 20 évvel sem gondoltunk arra, ami a mai világban létezik. És itt megint ott volt egy magyar ember, Nagyman János, ugye a számítógép megalkotója,
akit a világ legértelmesebb emberének tartottak, Albert, tehát neveket nem mondjak, tehát az bármely tudós is veszünk valahol, és megalkotta azt a számítógépet, amely lényegében ma is ebben, és mellett a mások, ugye olyanok, mint Kemény János, aki a hálózatba szervezést adotta meg, vagy Andy Grove, aki a mikroprocesszorok gyorsaságát, a Pentium processzorokat, de mondhatnám a basic nyelv, a Word szövegszerkesztő, az Excel táblázatkezelő, mind magyar termékeként jelent meg. Na, tehát ez is egy olyan új helyzet, ami azt mondja, hogy ez nem lehet levezetni az elmúlt évszázadok lineáris fejlődéséből. Vagy ilyen dolog az űrkorszak. Az űrkorszak. Hát amikor már ugye most látjuk, hogy már kereskedelmi jellegű utazások, turista utak készülnek az űrbe, hogy már éppen minap az oroszok a Mars programmal jöttek elő, hogy Kína egy speciális nagy atom valamiféle, bocsánat, nap erőművet kívánok létrehozni az űrbe, amely ellátja a Földet napenergiával, és így tovább. Hát ilyen dolgok történnek, ez megint nem volt levezethető az elmúlt időszakból, és ha már magyarokról beszéltem, azért Kálmán Tóthor nevét ne felejtsük el innen, aki a rakétatechnika, az űrkutatás, az amerikai űrkutatási, hogy mondjam, hivatalnak volt a vezetője, és akit istenként tiszteltek az amerikai légierőben, és hogy meghalt Európában egy fürdőhelyen szív problémák miatt, hát az amerikai légierő vadászgépei vitték és kísérték utolsó útjára vissza Amerikába. Tehát de nyugodtan mondhatnám a biológiai forradalmat. Hát, ha is belegondolunk, az emberi géntérképtől kezdve a klónozás, ami mindig ugye igaz az, hogy a tudomány és a nagy dolgok állás is, meg átlag is. Az ember reszket, mondjuk a klónozás utat eszembe, reszket az ember, hogy mi lenne akkor, ez a rossz kézbe kerülne. Na ez így van minden tudományos felfedezésnél. Ez sem lehetett levezetni a korábbi helyzetből. De mondhatnám a társadalmi gazdasági folyamatokat sem. A globális világgazdaság képét, a társadalom mostani képét sem lehetett levezetni. Vagy hadd mondjam, az oktatási forradalom, amiről most keveset beszélünk, de itt is nagyon forradalmi helyzet áll elő, hiszen először vagyunk abban a helyzetben, hogy az elő, utód, a tanár-diák viszony speciálisan változik, tehát amikor már a benszülött informatikai írástudók gyakran tanítják a tanárt, vagy a szülőt, vagy másokat, hát egy merőben új helyzet van itt is. Nem akarom tovább sorolni, csak azt szeretem volna mindezzel érzékeltetni, hogy ezek a forradalmi változások a mai korban egy olyan helyzetet eredményeztek, amelyben nem nagyon mondtuk még ki, és én sem mertem kimondani, egy klub keretében kimerem, a korábban nehéz tűzéseinek tekintett óriási szellemi értéket jelentő kvantitatív módszerek a jövő kutatásában, előrejelzésében bizony nagyon visszafogott szerepet játszanak, és önmagukban nem is alkalmasak arra. Mert itt a példa, amiről beszélünk, teljesen más tendenciák alakulnak, és a fejlődés úgy tűnik ütemmel továbbra is olyan exponenciálisan gyorsul, amit már a számszerű paraméterek nem tudnak érzékelni. Mert bármilyen módszerről beszélünk, minden módszer logikai modellje ugyanaz. Definiálom a vizsgálandó területet, kvantitatív információkat szerzek, azokat a legkorszerűbb, legtudományosabb módon feldolgozom, értékelem és extrapolálom. Összefüggéseket tárunk föl, mert ne felejtsük el, ezek mind múltra vonatkozó összefüggések. Amelyek akkor igazak, ha múlt és jövő között van egy egyensúly, de amikor szakadás van, amikor ilyen teljes konfliktus van, amikor exponenciálisan szállnak a dolgok, akkor ezek már nem igazak. Millió példát lehet mondani ennek a bizonyítására, hogy ez mennyire nem alkalmazható így. És
Ez tehát egy olyan drámai helyzet, én magam úgy fogalmazok, hogyha holnap bejelentenék, hogy föltalálták a vízzel és tudom, levegővel működő autó hajtás rendszeri szisztémáját, hogy hirtelen totál káosz, anarchia tör neki. Hát a mi területünkön ez egy ilyenféle dolog, mert azt az óriási szellemi értéket, amelyet itt az elmúlt évtizedek során fölhalmoztunk, azokat bizony most alaposan kritikával kell kezelni, és a jelentős részét nem is tudjuk ilyen formában. Akkor mit tudunk használni? Ez a nagy kihívás, egy biztos, hogy a szubjektív, most a szubjektívet az most nem negatív értelemben mondom, tehát a szakértői megítélések, a szakértői vállalkozások alapján készített modellek, amelyek lehetnek persze kvantitatív modellek, mert megvannak a vész, meg egyéb módon a lehetősége, hogy a egyéni megítéléseket számszerű modellekbe foglaljuk. De a forrása ennek a modellnek nem a megszámolt, megmért, hanem az emberi agyban lévő tudás, ami azért mindig, hogy mondjam, sokkal többre képes, mint maguk a számok. Mert egy ember, egy szakember, egy szakértő fejébe benne vannak a számok, hiszen azokkal dolgozik, benne vannak rengeteg ismeret, és benne van a speciális képesség, hogy ezekből le tud vezetni olyan folyamatokat, amelyek egyébként a számokból nem következnének. Tehát a mesterséges intelligencia, a logikai modellek, ezek feltétlenül nagy szerepet fognak már játszani, megjegyzem már eddig is, nagyon sokat építettünk ezekre, mert már korábban is érzékeltek voltak bizonyos problémák a kvantitatív modelleknél. Nos, tehát így én ez az, amit a címben utaltam, hogy bizony egy paradigmaváltás előtt állunk, és a jövő megismerhetőségéhez most már egy más úton, más megközelítést kell választanunk, mert egy gyorsan változó világban ezek a múltból levezetett tendenciák általában félrevisznek. Ezek mindenképpen egyre lehetnek jók, azért jó. Ez lett volna akkor, ha semmi nem változott volna. Ez is egy kép. És utána akkor nézzük meg, hogy akkor miután sok minden változott, mi lett ebből? Hogyan változik ez? Tehát egy kiindulási bázisnak jók lehetnek ezek, hangsúlyozom, kiindulási bázisnak, és nem önmagában egy jövőképnek, amit a gazdaságban vagy bárhol föl lehet használni. Csak egy mondatban vagy két mondatban utalnék arra, hogy más a helyzet, persze ott sem könnyebb, a nagy futurológiai modelleknél, világmodelleknél, ugye 1968-ban a Római Klub létre megalakulásával kezdődtek a világmodellgyártások, azaz annak a vizsgálata, hogy a világ merre felé tart egy komplex összefüggés rendszerben. Nagyon sok értékes munka született, legelőbb Forrester, a Massachusetts MIT professzora vezetésével, egy rendszerdinamikai modell, óriási matematikai teljesítmény, akkor később Meadows vezetésével a fejlődés határai című modell, ami lényegében azt jelezte előre, hogy valahol véget ér minden. Aztán később a Pestel vezetésével a fordulóponton az emberiség. Nem akarok ezeket bármenni, ezek nagyon jó modellek voltak, a figyelmet fölhívták a világ problémáira, csak azt nagyon szomorúan mondom, hogy a döntéshozók ezeket a javaslatokat, jaj kiáltásokat már sokszor nem szintelték meg. Tehát ma, ugye ők például a Földön az egyenlőtlenség kérdését a jövő alapkérdésének tekintették. Ahhoz képest, ami volt 1968-ban tovább nyújt az olló, ugye a számok tömegét lehet felhozni, hogy ma ugye lényegében egy 6-7 gazdag ember vagyona az nagyon sok ország teljes GDP-ével azonos, tehát vagy arra föl, hogy a föld népességének 83%-a vagyona az, ami a világ leggazdagabb 20-30 ember vagyonát teszi ki.
tehát az olló nyílik. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, és most világosan akarok félremenni a témától, bizony az egész migráció kérdésének itt vannak a gyökerei. Ezen a ponton. Amikor a Földön nő az egyenlőtlenség. Hát most épp ma reggel a Worldometeren megnéztem, hogy ugye ez számlálja állandóan a népességet. Ma reggel 10 órakor 7 milliárd 609 millió 798 és 054 fő ember volt a Földön. És amit szintén megnéztem, és ebből követhető volt, ennek 84,9, majdnem 85%-a a fejlődő országokból van. Hát azt hiszem, ez egy megdöbbentő kép, és a teljesen világos, hogy olyan világ nem lehet hosszú életű, amelyikben a Föld népességének 85%-a él egyfajta nyomorszinten, és a fennmaradó. Tehát ez, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Csak azt jelzem meg, hogy volt magyar világmodell is, László Ervin vezetésével készült célok az emberiség számára, és volt egy olyan világmodell is, ami a Gábor Géves vezetésével a hulladék korszak után azt vázolta, hogy mi van az emberiségre, hogy ezt a gátlástalan természetrablást és hulladéktermelést tovább folytatja. Tehát ezek nagyon értékesek, és mondjuk területeken a kvantitatív módszerek problémái nem jelennek úgy meg, hát ezek nem kvantitatív modellek voltak, ezek mind szakértői modellek voltak, szakértő félelmények voltak. No, idő azt hiszem el is telt, és nem is, és sok mondani való, de nyilván valahol meg kell állni, és én most a klub jelleg az arra úgy feljogosít, hogy nem a teljes kerek egészet kell produkálnom, hanem csak néhány dolgot kell elmondanom abból, ami számomra fontos a jövőkutatás és annak módszertan egyéb kérdéseiről, és hát én örülnék annak, hogy esetleg erről akár beszélgetést is lehetne folytatni, és én állok rendelkezésre. Hajnal József és tulajdonképpen a professzor úrral most csak folytatjuk ezt az előadást. Délelőtt abban a helyzetben voltam, hogy egy kereszteződésen menve előttem tolt át egy kétkerekű ilyen kocsit egy ember. Jó. Hát azt történt, hogy egy kétkerekű kocsit tolt át előttem egy ember, rajta két sezlony volt, és rá volt írva a kocsi oldalára, hogy Remek József, a lakcím, Tetemvágó út, nem tudom, névszám, és oda volt írva a mobiltelefonszáma. Tehát azt gondolom, hogy ez a tökéletesen illusztrálta azt, amit most elmondtál. Meg eszembe jutott egy költőnek a nyilatkozata, amikor elmesélte azt, hogy megkérdezik tőle hivatalban, hogy mi a foglalkozása. És Eszterházi Péterre is megtörtént ez, hogy megkérdezik, hogy mi a foglalkozása. És akkor nem mondta azt, hogy író vagyok, hanem azt mondta, hogy matematikus. Hát ez egy elég furcsa dolog, hogyha megkérdezik valakit, hogy mi a foglalkozása, hogy jövőkutató vagy az. Igen. Tulajdonképpen az egyetemeken a közgazdaságtudomány fogadta be ezt az eljárást, vagy ezt a tudományt. Igen. Ez jó, ez most ehhez a bizonyos paradigmaváltáshoz hozzátartozik az, hogy más tudományoknak is be kell kapcsolódni ebbe a tevékenykedésbe. Tehát nem csak közgazdászok, hanem tételezők, vagy szociológusok. Hát informatikusok minden bizonnyal, matematikusok minden bizonnyal. Ebben lehetne valamit elmondani és találni. Annyiban hadd pontosítsanak, hogy valóban a közgazdasági egyetemen alakult ki ez a tevékenység, de ebben már a kezdetektől kezdve nem csak közgazdászok voltak. Tehát lényegében volt egy ilyen tanszék, úgy hívták, hogy népgazdaságtervezés tanszék, hát azért a tervezési, döntési modellekkel foglalkoztak. Lényegében ez az ág, amiből a komplex, hosszú távú, nagy jövőkép fölvázolás indul,
és a másik pedig a maga a gazdasági prognosztika, amelyik az akkori statisztika tanszéken, ahol én dolgoztam annak idején, ott karoltunk ezt fel és kezdtük szépen kialakítani. Tehát az indulás ez volt. A későbbiekben viszont, sőt nem későbbiekben, mert nálunk ez akkor indult, csak hogy miért akkor, csak egy mondatban, ugye korábban ez egy nálunk egy tiltott tevékenység volt. Tudik, a népgazdasági tervrendszerben a jövővel úgy foglalkoztunk, hogy terveket készítettünk. Talán van, aki emlékszik, voltak éves tervek, 3-5 éves tervek és hosszú stratégiai tervek. Na most azt mondták, hogy annak létjogosultsága, hogy még ezen kívül legyen egy jövőkutatás, és nincs meg. Ezt a nyugati dekadens országokban, mert neki tisztelgezési rendszerük, hát csinálnak meg ezeket a dolgokat, de nálunk ez nem kell. Hát ez egy tiltott tevékenység volt, és ezért ezzel a foglalkozás sem volt annyira egyértelmű annak idején. Amikor először kimentem egy konferenciára Párizsba, és a választ a kérdéstől, csak azért mondom, azt hittem, hogy rossz helyen járok. Ott volt szekciók, matematikai, statisztikai, biológiai, pedagógiai és így tovább. Tehát magyarul a jövőkutatás már indulásakor is és a nyugati múltja után is egy olyan terület volt, ahol azt úgy fogalmaztunk annak idején, a módszereknek kb. 30%-a az, ami kimondottan saját produktunk, a többi átvett. Átvett a matematikából, átvett a biológiából és így tovább és így tovább. Tehát ez már eredetően egy ilyen multidisziplinális tevékenység volt, bajba is vagyunk az akadémián, nem vagyunk tudják hová sorolni, mint a minden ilyen tevékenységet, úgyhogy ugye nem lehet pont az osztályhoz tagolni, úgyhogy hát most ez oda került a 9-es osztályra, de hát majd lehet, hogy megint másodnál is, és összevonultak a statisztikával. Én tudom azt, hogy Besenyi professzor a városvezetés felkérésére 3 másik tudós emberrel készített egy munkát, közelmúltban, és a város jövőjével kapcsolatban. És ez a munka bekerült az íróasztal fióba, és ott van, azóta sem nézte meg senki. Kik használják, illetve kik nem használják. Tulajdonképpen egy kicsit úgy éreztem a mondatot, amikor utaltál erre, hogy hát nem igazán hallgatják meg, hogy mit mondanak tulajdonképpen a jövőkutatók, de kik azok, akik használják, és kiknek kellene tulajdonképpen még használni ezeket az információkat, vagy kutatási eredményeket. Igen. Hát itt tényleg nem használták, de hozzá kell tennem, és megint a félretes nyerség, bármilyen színű a politika, én nem emlékszem arra, hogy a politikai döntést hozók kíváncsiak lettek volna egy általunk, most a tudomány oldalát mondom, fölvázolt jövőképre. Nem is meglepő, a 4 éves ciklusban gondolkodó emberek számára érdektelen, sőt zavaró, hogyha egy hosszabb távú tendenciát vázol fel valaki. Tehát ez viszont az üzleti szférában, a vállalatoknál máshol, ez napi, nem csak az stratégiai eszköz, hanem vezetési eszköz. Tehát a üzleti szférában dolgozók számára élet-halál kérdése, hogy előállással egy napra, egy héten, egy évre, ha nem ezt teszi, abban a percben piacát vesztette, termékei tönkre mennek. Tehát a üzleti gazdasági szféra nagy felhasználója, az elejétől is ez volt, mert én valahol azt hiszem Bostonban találtam, hogy egy olyan könyvet, ami 1905-ben jelent meg, és abban már azt írták, hogy már az elmúlt 10 évben a banki és a gazdasági életben igen nagy szerepet játszanak a gazdasági előrejelzések. Ugyanúgy a iparforradalom után ugye a világ meglódult, a piac beindult, ott már abban persze világos volt, hogy az nyer, aki előre lát. Ilyen értelemben a tudománynak van olyan munkája, ami referenciaként, vagy akár hivatkozásként jelenik meg, és azt lehet mondani, na hát ezt a jövőkutatási tudomány, vagy valamelyik képviselője ezt, ahogyan ezt időként ezekről a jósokról azt mondjuk, hogy na hát ő ezt megmondta 500 évvel ezelőtt, de hát érvényes lehet az is, hogyha valaki mondjuk 10 évvel ezelőtt
beszélt arról, hogy most akkor majd 10 év múlva ekkor és ekkor nagyon érdekes, hogy ilyen elemzések pedig nem történik meg az előrejelzések utólagos feldolgozása, hogy melyek, amik bekövetkeznek, melyek, amik nem. Mert a kérdésed biztos, hogy sok ilyen volt, és sok ilyen van, bocsánat, amit annak készültek így bűnügyi prognózisok, sok minden, demográfia. Én a demográfia prognózis a legegyértelműbb, mert ugye az egy biztos dolog, hogy a születés halálozás most a népvándorlással ez kicsit megkeverelik, de ezzel együtt a sokféle prognózis készült, és ezek vissza lehetett érni, de az biztos, ahogy mondtam, az igaz, hogy ez a vállalati üzleti életben a rendszer rögtön kilöki azt, ami rossz. Tehát azt a módszert, azt a elképzelést, mert abban a percben neki veszteséget jelent, hát az érdekeltség nagyon közvetlen. Hagyjuk, térjünk rá egy másik valamire, mert ezzel nem megyünk semmire. Hogy mondtam, a politikai társadalmi életben pedig az ilyen prognózisok sajnos nem nagyon igényeltetnek, készülnek ilyenek, de szóval nem számít terülnek. Lapozzunk, jó? A tudományokban, mondjuk például az anyagtudományban vannak ilyen, legalábbis a közvélemény számára divatos témák, mondjuk a nanotechnológia, vagy a fizikát illetően a hálózatok kutatása. Ebben a tudományos spektrumban van-e olyan dolog, ami olyan nagyon népszerű, vagy akár közérdeklődése számot tartó? Ez, ami az előbb mutattam a világmodelleknél, ez ma újra egy világkorát éri. A Föld a globális jövőképalkotás és a Föld, szoktuk mondani, a Föld űrhajó további útjának és sorsának az alakulása, és ezeket hogyan, milyen módon lehet. Tehát ebben ez egy nagy előrelendülés van, és abban bízik mindenki, hogy sikerül meggyőzően képekkel, számokkal, egyebekkel ráébreszteni a világdöntéshozóit arra, hogy nagyokhoz felé megyünk, és ha sokáig megyünk végén is vissza. Tehát itt ez egy ilyen, a módszerek szempontjából, mintha már éreztük volna korábban is ezt a vázolt problémát, a szakértői módszerek, a mesterséges intelligencia és egyébek játszanak egy nagyobb szerepet, vagy például érdekes mondani, időben még mindig a katasztrófa elmélet nagyon komoly szerepet játszott, úgyhogy errefelé megyünk, a káosz elmélet, ugye amikor lényegében, hogy hogyan, amikor nem matematikai modellel, de hogyan tudunk lejutni a rendezetlenségből, egy rendezettségi állapotba, tehát olyan új megközelítések, amelyek korábban nem szerepeltek. Nyilván az az érzés, hogy az ember tudja, mi lesz holnap, meg holnap után, ez a biztonságát erősíti, azt gondolom. És hát ezeknek a kutatásoknak is lényegében az a célja, hogy valahogyan az ember boldogulásához hozzájáruljon. Meglepő volt számomra, Sajó Pálfalán voltam egy előadásodon, ahol nem a GDP-ről, hanem egy ilyen boldogság mértékét visszaadó mutatóról beszéltél. Azt gondolom, hogy talán érdekes lett itt a jelenlévők számára is, hogy megjelenik valami, ami nem egy közgazdasági elméleti mutató, hanem valami más, de mégis nagyon fontos lehet. Beszélünk erről a dologról? Valószínű, utánra gondolsz. Igen. Arra a kis országra, ugye ott Kína és India között. Valóban, szóval ez egy nagyon érdekes probléma, mert ugye nálunk, amit a világon fejlett országokban, van egy bűvös mutató, ez a GDP. Amelyik országban magas a GDP, az egy gazdag ország, jó ország. Ahol alacsony, az egy nem gazdag ország. Most kiderült, és most úgy szoktuk mondani, most folyik a GDP trófosztása. Nagyon szellemesen mondta valamelyik külföldi kollégám, hogy a GDP mindent mutat és mindent mér, csak azt nem, amiért érdemes élni. Boldogság, szeretet, műveltség, kultúra, tudás és így tovább. Tehát van egy ilyen felismerés már a fejlett országokban is, mert ugye a GDP-t lehet növelni, akár gyártók, puskaport gyártók,
fegyvereket gyártó kábítószer, ez is növel a GDP értékét, hogy megy fölfelé. De ezenből mit lehet mérni? Tehát ez nem egy ilyen romantikus valami megközelítés? Nem. Most hadd térek oda-vissza, hogy Butánban, a kis országban már a 80-as évektől kezdve használja a bruttó nemzeti boldogság mutatóját. Bruttó nemzeti boldogság mutatója, ez négy tényezőből rakódik össze, de ezek a tényezők mind-mind az emberek jólétével foglalkoznak. Ez van egy ilyen nemzeti boldogság. Minden beruházáshoz a királynak ki kell kérni a tanácsát, és megvétózhatja, hogy oda nem építhetsz ezt, mert ez az ott élő emberek számára ilyen meg a jól napja káros. És akkor nem építik meg. Szóval teljesen egy ilyen az emberi létre, az emberi boldogságra, az emberi jólétre és a biztonságra. Láttam ott egy ilyen turisztikai tájékoztatót, hogy Butánban, ha oda még nagyon kell vigyáznod, mert rengeteg olyan dolog van, hogy például a kutyák hangosan ugatnak éjjel. Hogy az úton vannak bugykák valahol, tehát vigyázni kell arra is. Magyarul az idegennek ezeket a veszélyforrásokat sorolják fel, amilyen oda kell figyelni, mert egy áldott állapot van. Na most, tehát ezért megvan a rendszere, négy nagy terület, azon belül megvan 12-12 terület, és szépen össze lehet rakni. Elején ezen mosolyogtak, de 5 évvel ezelőtt az ENSZ nemzetközi mérőszámként fogadta el a bruttó nemzeti boldogság indexét, tehát hivatalos mérőszámként, és sok ilyen egyéb is van, amit lehet használni és kell csinálni. Érdekes volna például kiszámolni Magyarországra is a bruttó nemzeti boldogság indexet. Kíváncsi lennék, hogy mit hoznak. Ki lehetne, mert megvannak a paraméterek, tehát hogy csak ugye nem mind számszerű, hanem különböző szakértői meg emberi véleményeket dolgoz fel, nagyon érdekes lenne. Most Magyarországon ilyen jövőkutató képzés folyik valahol, tehát effektív jövőkutató képzés, vagy pedig ez úgy van, hogy valaki magát a jövőkutatást választhatja, vagy választja egy oktatási rendszeren belül. Igen. Nézd, az ugye azt mondja, hogy... És Magyarországon hol vannak ezek a kristályosodási helyei ennek a szakmának? Nézd, minden tudomány jellegéből következően jövőorientált. Elbó, minden tudós, minden kutatóban ott van egyfajta jövőorientáció. Ez. Most azért attól csak fontosnak elmondani, hogy a jövőkutatással, pont most lesz, most 50 éves a magyar jövőkutatás, és ebben az évben nagy események lesznek, ebben a teremben is lesz egy ilyen esemény, itt Rossz elnök úr jóvoltából, engedélyével itt lesz majd egy nagy plénum, ami a jövőkutatás kérdésen foglalkozik, tehát most 50 éves. Most a jövőkutatás, tehát vannak orvosok, biológusok, történészek, tehát egy eléggé filozófusok, tehát mint a jellege is mutatja, ez egy széles spektrumot átfogó, jelenleg egy ilyen multidisciplinális tudományterület, és ebből közgazdászok, stb. Is fog mondjam, de nagyon sokféle szaktudomány van jelen ebben, és hát a kristályosodási pontokat, tehát ilyen képzés nincs Magyarországon. Nemzetközileg van, Magyarországon ilyen nincs, ezt utána már a diplomák után választják egyes emberek, amely a debreceni orvos kollega, aki egy fiatal ember, aki hallatlan nagy és érdekességgel kutatja az orvostudományt, és olyannyira, hogy van is cégája, mert ezeket alkalmazzák is. Tehát a modern informatikát hogyan lehet bevinni az orvostudományba, hogyan lehet elérni azt, hogy ennek vannak jeleiben, mi is tapasztaljuk, hogy orvos-beteg közötti kapcsolat, a diagnózisok készítésének a formalizálása, és rengeteg, és mondom, ilyen van. Most a kisnapcsási pontok, nyilván a Corvinus Egyetemen, azért a Miskolc Egyetemen is hasonlóképpen, mert nem csak én, itt ülnek kollégáim is, akik ezzel foglalkoznak, mert eléggé készítve adódik ez a tevékenység. Van ilyen Sopronban, ilyen típusú kutatóműhely, és van Pécsett, ilyen kutatóműhely.
két nagy név, a Kovács Gézát említette, meg Vidai Erzsébet. Úgy tudom, hogy volt közös munkátok is a Nyugat-Magyarországi Egyetemről jutott eszembe. Igen, egy kiváló ember volt, sajnos elhúnyt jó néhány évvel ezelőtt váratlanul Vidai Erzsébet. Kovács Géza professzor, ő korban idősebb volt, és való igaz, hogy sokat dolgoztunk együtt, és két olyan könyv, ami hát sajnos szomorú, hogy mai napig alapkönyv, hogy nem készültek magyar nyelvű munkák, de ez a háromos, a Besenyei Gidai Nováki készítette a jövőkutatás előrejelzés a gyakorlatba, és a másik ilyen alapkönyv az előrejelzés, megbízhatóság, valóság. Mind a kettő akadémiai díjas könyv volt annak idején, de ma is az az alapkönyv, igen. És a Gidai Erzsébet, akiről szóltál, aki egy nagyon kiváló ember volt tényleg, és nagyon rátermett, sajnos már is közöttünk. Akkor beszélgessünk egy kicsit, hogyha lehet a kérdéseket, majd tegyék már félre, mert bizonyosan lesz arra mód, ugye? Lehetséges, hogyha van valakinek kérdése, hogy föltesse-e. Besenyei Lajosról, a rektorról, a közgazdászról. Én megmondom őszintén, dilemmában voltam, hogy vajon szóba hozzam-e a Tarna Zsadányi kisfiúcskának az ügyleteit, hiszen oda valósi vagy az egri középiskolai éveket, de azt gondoltam, hogy talán ez olyan különleges, unikális dolog ez a jövőkutatás, hogy talán érdemesebb erről beszélni. Viszont, hogyha már a professzorról diskurálunk. Azért azt azért tudjuk, vagy tudhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok dologgal foglalkozott Besenyei Lajos itt Miskolcon is, miután már a miskolci polgár lett tulajdonképpen. Előttünk egy, talán nem tudjuk elmondható, egy olyan papírusz darabot, illetve darabokat, A4-es papírlapokat, amire föl volt írva, hogy milyen társaságnak, milyen egyesületnek, milyen olyan társadalmi szervezetnek a munkálkodásában vesz, vagy vett részt Besenyei Lajos, és hát itt oldalak ülekeztek. Most van egy friss talán, ha jól tudom, ez a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, aminek az elnöke vagy. Mi ez a szövetség, és miért fontos ez a szövetség? Úgy tudom, hogy nem olyan régen jött ez létre. Igen, hát mondjuk visszatérve az egyetemre, hát nyilván, hogy én tényleg miskolci polgárnak vallom magam, mert amikor a közgazdászképzés indult, és ugye hát számvitel, statisztika, tanszék nélkül is közgazdászképzés, és az akkori rektor, a Kovács rektor úr, mondta, hogy ha más nem névleg, csak úgy másodabb harmadállásban, csak oda lehessen írni, hogy van ilyen tanszék, hogy adják meg az engedélyt. Na, én így kerültem ide, aztán lejöttem néhány alkalommal, és ugye a jövő iránti érdeklődés felterjedt volt bennem, és de igazából ezt őszintén csak most elnézést nem válaszok a kérdésre, azért engem, aki egy ilyen szűk szakmai katlanban értem az életemet, egyszerűen felvillanyzott az a intellektuális, széles körű tájékozottság, amit itt érzékeltem, ami tényleg műszaki, jogi, bölcsész, egyéb kollégákkal, professzorokkal, tehát a világot, amit én csak így láttam eddig, most hirtelen sok nézőpontból lehetett látni. Tehát ez egy nagyon nagy, és én azt valószínűleg ez volt az a egyik döntő indok, amikor azt mondtam, hogy ez egy nagyon értékes dolog, és a másik pedig az, hogy hát azért ugye nem lehet egyfenékkel két lovon ülni, igenis dönteni kell, már sokan nem vállalják ezt föl, akkor én nem, mert én is miskolci polgár vagyok, és miskolci egyetemű jövök el, és így csinálom. Tehát így alakult. Ennek azért voltak előnyei, meg nyilván vannak hátrányai is egy ilyen, hogy jött ember számára, de hát azért gondolom, hogy előnyei mindenképpen lehettek, hiszen egy csomó dolgot másképpen láthattál. És hátránya volt, mert kapcsolatok. Persze, hát nyilván az ember ugye, most nem tudom, hogy tekintetek itt a kollégák, hogy itt ejtőernyős idegen bejön, tehát biztos ilyen is volt, de azért önmagában én azt hiszem, hogy talán több előny volt abból, hogy nekem senkivel szemben nem volt előítéletem. Én a Miskolci Egyetemen senkivel nem vesztem össze soha, mert ugye nem... És a másik az, hogy azért ne felejtsük el, az a kor egy nagyon érdekes korszak volt, a rendszerváltás után a nehézipari válság korszaka.
Amikor ugye kimondták, nem kell nehézipar, sőt hozzá is tették, hogy nem kell nehéziparral foglalkozó egyetem sem. Tehát, és ebben a korszakban jöttem én, és kerültem szóba, mint rektor, jelölt, mint én mondtam is, mint a színes bőrű, azon a Obama vagy a lett elnök, de úgy éreztem magam, mert tényleg itt ebben a közegben, és hát ugye ez a közgazdaságnak azért nem volt akkora ismertsége. A summa summarum, tehát ez az a korszak volt. És utána nem azt se tudok, hogy amikor rektor lettem, az nagy erő, nagy nyomás alatt voltam, hogy akkor hajtsam is végre, föntről is, meg lentről is, hogy legyen egy modern egyetem. Akkor hát, itt van volt az a találkozás, ez a bizonyos... Hadd mondjam, a döntő dolog, hogy most hát az volt, hogy mindenki ide kovászkar, mindenki ide bányászkar. És tőlem, hogy közgazdától úgy gondolták, hogy ezt könnyedén meg lehet oldani majd. Csak hát ugye egy minimális, hogy mondjam, logikai készséggel ugye be lehet látni azt, hogy a hullámmozgások következtében társadalomtudomány fönn, műszaki tudományok lenn, aztán majd változik, mint hogy változott is. És az világos volt, erős műszaki tudományos háttér nélkül nincs gazdasági fejlődés. Meghal a marketing, meghal a management, minden meghal, ez nincs meg. Ez be is következett, és hál' Istennek, csak már beszélgettünk el klubjeleggel, arra én tényleg nekem egyik életemnek egy nagyon jól eső visszaemlékezése, hogy a kohómérnöki kar, anyagtudományi kar formában egyszerűen sikerült megőrizni, ezzel sok ellenséget szereztem, mert hogy lehetett megoldani, hogy a pénzt más karoktól elvettem. Mert hát, ha nem volt hallgató, annak volt egy szakasz talán. Ugye elvettem is, azért azt nagyon nehezen adták. De azért adták, tehát becsületekvályai adták, és így. És ma pedig hát egyik erős karunk lett, hál' Istennek. Vissza a professzorok szövetségéhez. Igen. Most ez annyiban úgy, hogy ez 2010-ben alakult meg, de ennek van előzménye, mert volt egy olyan szervezet, a Magyar Professzorok Világtanácsa, amelyik 1995-től működött. Most ez a szervezet aztán az idők során egy kicsit, hogy mondjam, kiégett, túlélte magát, és akkor nagyon sokan úgy döntöttek, hogy kell egy dinamikusabb, a mai korhoz jobban igazodó olyan professzori szervezet, amely összefogja a illető professzorokat, programokat, egyebeket készít. Na, így alakult meg ez a Magyar Professzorok Szövetsége. 100-200 tagja van, hazai, nemzetközi, Kanadában élő, Erdélyben élő, felvidéken élő és magyar professzorok. És mi tettünk is pár nagyon jó dolgot. Egy olyan szomorúságunk volt, vagy van, hogy szóval vagy olyan a helyzet, hogy nem kíváncsi senki a véleményünkre nagyon. Itt van Budás Idős professzor is, látom, eljöttél egy posztopos tagja ennek a szervezetnek. Például a műszaki felsőoktatásról tényleg egy hallatlan jó értékelést készítettünk. Minden egyetem doktoriskoláját megkérdeztük, tehát nem én, hanem műszaki kollégák csinálták ezt, és adtunk egy átfogó elemzést, értékelést és javaslatokat. Nem volt már nevű senki. Betettük az asztalra, amikor a Klinghammer István volt ugye államtitkár, aki hát az egyetemi emlős mondta, hogy István itt van, viszont betette a fiók, használt, és elküldték onnan. Tehát nem senki nem volt nem kíváncsi, ez szomorú, és mondjuk van is egy ilyen, de azért ezzel együtt élünk, most nagyon ilyen professzori esti programokat szervezünk, felvidéki, tehát magyarul ez a szervezet ma egy nagyon komoly tevékenységet végez, a magyar nyelv, a magyar tudomány, a magyar kultúra ápolása, és ilyen területen tevékenykedünk. A sok-sok ilyen ügylet közül, mielőtt bejöttünk volna ide, beszélgettünk éppen a Szeret a Szövetség, annak eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, amiben benne voltál, és sajnos nem úgy alakultak a dolgok. De hát azért volt például egy másik, a Miskolci Múzsa Díj, ami a kuratóriumi elnöke voltál, illetve hát a sport, amiben életműdíjat is kaptál. Na most ezek közül mi az, amit nagyon szerettél? Tehát ami tudom, hogy az ember szívesen foglalkozik, meg egyébként is habitusából fakadóan is sok mindenhez közelít, nyitott, de mi az, amit szerettél?
Nézd, számomra a oktatás és a saját tudományterületen művelése és annak gyakorlati adaptálása okozott mindig igazi nagy örömet. Tehát ezt olyan bázisnak tekintettem, amelyről lehet aztán mozdulni, sport lehet mozdulni, szeletlenül lehet, de ennek stabilnak kell lenni. Én akkor éreztem magamat biztonságban, vagy jól, hogy így mondjam, hogyha ez a dolog így rendben volt. Persze nyilván rektorként, meg egyébként ezek korlátozó tényezők voltak, de ezzel együtt, hát most is mi van a korai tanítók, tehát továbbra is ez a dolog megvan. Úgy gondolom, hogy ez az ember életének, ha valaki egyetemi tanár, egyetemi oktató, ebben a világban nőtt fel, hát ami él és mozog, ez mindig egyfajta örömet és biztonság után. Hát ez öröm egyébként nyilván mások számára is. Eltelt az időnk, ha hiszik, ha nem. Kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése bármivel kapcsolatban? Tessék, parancsolni! Rektor úr, azt szeretném kérdezni, hogy a stochasztikus matematikának a fejlődése vajon mennyire tudja követni a változó világ változását, ennek a gyorsaságát, illetve ez hathat-e a jövőben? Tehát a stochasztikus matematikai modelleknek a fejlődése mennyire tudja a változásokat követni, és ez vajon visszahat-e, illetve előre hat-e a jövőre? Igen. Na most, ahogy azt mondtam is az elő, nagyon jól tudta követni az eddigiek folyamán, de ugye bármilyen stochasztikus modellről beszélünk, minden ilyen modellnek a input anyaga, az alapja egy már meglévő, mérhető, számba vehető, kvantitatív információ. Na most ezt próbáltam érzékeltetni, ezek az információk nem hordozzák magukba a jövőt, mert a jövő teljesen más lesz, akkor ez a legkiválóbb, legsokszínűbb kvantitatív modellezéssel sem tudunk jó jövőképeket gyártani. Tehát maga a modell az nagyon érdekes, csak hogy mondjak egy hasonlatot, ugye Afrikában, ugye a törzseknél ugye van a minden esőtánc, hogy szárazság van, szép táncol, próbálják az esőt. Na most ugye táncolnak egy óráig, gyönyörű koreográfia, eső nincs, és akkor táncosok megkérdik, na de hát, nem is kifigyelme, de a táncunk milyen szép volt. Ugye milyen jó szórakoztatok rajta. Most gyakran ilyen van a szolasztikus modelleknél. Emlékszem, hogy volt egy angol kollega, aki nagyon kiváló a Bob Jenkins modellekkel, idősoros modellekkel foglalkozott, és volt egy szekció egyik konferencián valahol, és akkor ő azzal kezdte, nagyon jó, tudom, hogy ennek az egésznek semmi haszna nincs a gyakorlatban. De olyan szép. Olyan szép ez a kutatás, úgyhogy ebből egy egész nagy konferencia szekciót kell csinálni. Na, nagyon szép a tánc, nagyon szép, és ebben is van, hogy mondjam, tehát mondjam, nem kell mindent szögezni a gyakorlathoz közvetlenül, de itt azért ez problémát jelent. Tehát én azt mondom, tehát, hogy ez korábban nagyon jól működött, most ki tudja, majd figyelni kell, hogy mondjuk az újabb helyzetben vagy speciális olyan sztoasztikus modelleket, amelyek mondjuk a szakértői véleményekre épülnek, és azokat próbálják előre vinni, azokkal valamit lehet-e kezdeni. Tessék, parancsolj! Ő is Kapibort ismerte, és az elméletéről kapcsolatban Liska. Hogy igen. És az elméletével kapcsolatban mi a véleménye, mert itt a humán tőke, környezeti tőke és a reál tőke viszonyát, amit itt a boldogság mértékben említett, az nagyon jó felhasználható lenne. Fontosan kérhetünk, hogy a szület egyébből, mert nem... Hallottam, hogy tolmácsként. Tehát, hogy a Liska Tibor munkásításának és az ő álláspontjának a humán tőke, ugye, környezeti tőke, ezekről mi a véleményed és ezek a szárnyak? Szóval valójában én a Liska Tibort úgy értelmeztem, úgy ismertem, hogy annak idején ott a közgázon a szobánk majdnem egymás mellett volt, de utána ő onnan elkerült, és egy méltatlanul mellőzött emberré vált, és gyakorlatilag az ő
kutatási eredményeit gyakorlatilag igazándiból nem fogadták be, és tehát én mélyebben nem foglalkoztam már az ő dolgaival, az ő tanáival, de azt tudom, hogy teljesen újszerű megközelítése volt a gazdaságnak és az egész közösségi életnek, amelyet azt mondták annak, hogy őt ismerő embere, hogy ez közel egy Nobel-díjhoz is lehetne ez a teljesítmény, de sajnos a hazai közgazdasági társadalom tudomány ezt nem fogadta és nem. De most nem is tudom, hogy szegény, aztán később mi lett, mert azt nem követtem az útját. Kovács András fia meg Lefényből is mennyit, több alkalommal is próbáltam megemelni és megmutatni ezt a szeközgazdász. Nos, tessék, parancsoljunk! Bűnöcséges vagyok. Rektor úr, egy mai témához kapcsolódó kérdést szeretnék feltenni. A Sámánokat is meghallgatták csatába indulás előtt, aztán majd sikerült, vagy nem sikerült. Most vajon Európában? Ez a halatlan változás, amit Európának, a mostani jövőkutatók, a mostani sámárok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy mi lesz Európa jövője, ha ilyen enervált vezetés mellett engedjük, hogy az legyen, mint ami legyen. Na érthető ez a kérdés? Azért hagyd tegyek még annyit hozzá, hogy rektorság alatt voltam tanszivetőket, és nagyon hosszú ideig ismerik egymást. Erről nem esett szó. De ő volt az a rektor, akinek az ajtaja mindig nyitva volt. Teljesen mindegy, hogy a takarítónak volt gondja, vagy a tanszivetőnek. Ezt szerettem volna elmondani. Tehát akkor visszatérve a jövőkutatásra, hogy ezek a modern sámánok nem adnak valamilyen jövőképet. Köszönöm szépen. Ugye a modern sámánok foglalkoznak sok mindennel, külön, európai jövőjére vonatkozóan csak azok az Európai Uniós elképzelések van, amiket ismerünk, de ezek mögött én nem tudok arról, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem állnak jövőkutatók által összeállított háttérképek, amelyek alapján amit mondtam az előbb beszélgetésük elején, a sajnos igaz itt is, hogy nem csak a hazai, a nemzetközi döntést hozók sem nagyon igénylik ezeket a ilyen típusú tudományos jövőképeket, pedig végső fokon, ha belegondolunk, ugye egy döntési folyamatnak az egy alapvető kritériuma lenne. Ugye szoktuk mondani, hogy ugye először csinálj egy diagnózist, mi van? Utána felesre ebből, mi lenne, ha készíts egy előrejelzést. Utána alakíts ki saját koncepciót, és a végén dönts. Tehát a mi van, mi várható, mit szeretnék, mi legyen, ez a kérdés soron végig kellene menni. Időhiány, sok minden hiány miatt ezen nem mennek végig. Tehát a helyzet a gyakorlati alkalmazás szempontjából és felhasználás szempontjából így nem valami rózsás, tehát ez kétségtelen tény. Sajnos. Tessék, karácsony! Szabad egy kérdés helyett egy véleményt elmondani. A professzor úr rektori idejében, vagy rektorságában kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Ő akkor lett rektor, vagy nem sokkal azután lett rektor, mikor a magyar felsőoktatást, és előbb is a belpolitikai problémáit, a bokros csomag sújtotta. Ez oly mértékig sújtotta, hogy az ország összes felfokú intézményében igen súlyos emberi problémák keletkeztek, mert aki benn maradt, az valószínű biciklizett a főnököknél, hogy őt ott tartották, és sokakat szó nélkül, mindenféle egyeztetés nélkül küldték el. Ez a Miskolci Egyetemen, és most nem mondok konkrét neveket, részlegeket, tanszékeket, nagyon nagy problémát okozott. Jött nem sokkal ezután Besenyei professzor rektorként, aki nagyon gyorsan kitalált két jó ötletet. Ez volt a júniusi Garden Party és a szeptemberi Gulyás Party.
ezzel próbálta újból összeterelni egy akolba az egyetemi oktatókat, kutatókat és segédszemélyzetet, amiért nem kaptam rá felhatalmazást, de mindannyiunk nevében igyekszem most ezúton megköszönni rektor úrnak ezt a kezdeményezést, de nagyon sokat használt a Miskolci Egyetemnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez akár, bocsánat, egy zárszó is lehetne, de mégis akkor zárnak a részéhez. Azt akartam mondani, most Tanár úr megjegyzésére, hogy nagyon örülök, hogy azért valaki emlékszik erre a dologra. Igen, a téma tényleg ez volt. Én Amerikában járván többször őszinte irítséggel néztem azt, hogy szóval egyrészt ezt a közösségformálást, és azt, amit nagyon fontosnak tartottam, hogy tiszteljük meg azzal, én mint rektor a kollégáimat, és emlékezz vissza, mindig mondtam, akkor törölték el a pedagógus napot is. Tehát ugye korábban nem törölték el, csak ugye ez úgy elsikkadt. Hogy az pedagógus nap tájékán volt mindig, hogy tényleg egy olyan hozzánk méltó, professzorokhoz méltó környezetbe jöjjünk össze, ami tényleg nem ilyen kis, milyenek vagyunk, ezen a szinten vagyunk, és amit még szerettem volna mondani, ilyen leszántam, az nyilván a zenekedvelőktől függ, a karácsonyi Benkó koncertet is, aminél a gondunk mindig az volt, hogy annyian akartak jönni mindenhonnan, volt, amikor 1300-an voltak az aulában, szegény Benkós Anyi már meghalt, eltávolodott közülünk, de ő is azt mondta, az évnek a legjelesebb ünnepei közül sorolta, amikor lejött Miskolcra, és itt volt ez a karácsonyi koncert. Ezt is ilyennek szántam. Én azt hiszem, hogy a bármilyen világban is élünk, az ember a legfontosabb tényező. Tehát itt az embereket meg kell becsülni, akik dolgoznak, és ugye azért azt mi tudjuk, hogy azért mi soha nem a napsütéses oldalon voltunk, egyetemi oktatók, tehát azért legalább az a minimum, hogy akkor mi, akik együtt vagyunk, egymásnak adjunk ilyen lehetőséget. Lehet még kérni, hogy az időben hadd férjen már bele két hozzászólás, vagy kérdés, vagy ilyen, mint parancsolj. Hölgyeim és uraim, elnézést, én nem kérdést teszek fel Besenyei professzor úrnak, volt rektorunknak, hanem kapcsolódnék Géza barátom gondolataihoz, ugyanis ezekben a napokban, sőt ezekben az órákban 23 évvel ezelőtt kezdődött a Bokros csoda. 95. márciusától 95. augusztus 31-ig kellett végrehajtanunk, hogy 95. szeptember 1-ével az új tanév már a megcsonkított, akkor úgy mondták, hogy racionalizált körülmények között belső a tanév. Röviden azt szeretném csak elmondani, hogy akkor Besenyei professzor úr az akkori közgazdaságtudományi karnak a dékánja volt. Kettő évvel később, 97. november 1-től lett az egyetemünknek a rektora, majdnem 10 éven keresztül. Na most miért kértem szót? Mert akkor a Bokros csomag kapcsán Farkas Otto professzor úr volt az aktuális rektorunk, kapott egy levelet, mellesleg minden felsőoktatási intézményre megvolt, hogy a minisztérium milyen racionalizálási elveket képzel el. Többek között nálunk, Miskolcon az egyik elv az volt, hogy a bohómérnöki kart meg kell szüntetni. Tessék meglepődni, elsőnek rögtön a közgazdász dékán szólalt föl, hogy szó nem lehet róla, hogy mi azon dolgozunk, hogy a bohómérnöki kart hogyan lehet megszüntetni, azon kell dolgoznunk, hogy hogyan lehet megerősítenünk, most csak röviden ismétlem, ha nem jól emlékszem, légy szíves, majd utána négy szem közt mond, hogy mondjál kemény építő kritikát rám nézve, azt mondtad, hogy egy egyetem attól egyetem, ha több kara van, ez az egyik, a másik. Nem szabad pillanatnyi pánik helyzet miatt a jövőre nézve rossz döntést hozni, és határozottan emlékszem a hozzáállásodra, amikor mindig azt hoztad, hogy ciklikusság van az életben, a gazdaságban, a tudom, stb., valamikor biztos, hogy szükség lesz arra, amit a bohászok tudnak. És neki köszönhetjük azt,
hozzáteszem, most anélkül neveket mondanék, bizony néhány DK nagyon örült volna annak, hogyha akkor a hómérnöki kart szétszedjük, tudjuk az okát, hogy miért. A közgazdász DK-m elsőként felajánlotta, hogy mindent megtesz, hogy segíteni fogja a kart. És segítette is minden hozzászólásában, úgyhogy neki köszönhetjük, hogy akkor a bokros csomagban kötelezően előír, hogy úgy mondja, a parancs ellenére nem megszüntetünk a hómérnöki kart, hanem megerősödött. Akkor úgy mondtuk, hogy a szilikátos vonallal, akkor műanyagosnak mondtuk egymás közmunkhoz, szép nevet mondunk neki, hogy polimer, az energetikával, és így lett a hajdani egyszerű kohászból négy lábon álló kart. Elnézést, ha hosszú voltam, én két évvel előbbre mentem, nem csak rektorként tett nagyon sokat a hómérnöki karért, hanem mint közgazdász dékán elsőként ajánlotta fel a segítséget, és végig kiállt a kohászok mellett. Én ezt szeretném itt most nyilvánosan megköszönni. Remélem, hogy még lesz alkalmunk erről szűkebb körben is beszélni, de úgy éreztem Géza hozzászólása után, hogy ezt föltétlen el kell, hogy mondjam, nem csak rektorként, már azt megelőzően két évvel is. Igen, a jövőre nézve hozott olyan, mondjam azt, hogy járunk hozzá olyan döntésekhez, amelynek többek között én is köszönhetem, hogy egyáltalán így vagyok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nekem így hómérnöknek... Bocsássák, hogy egy egyszerű, észszerű döntésért nem jár ekkora köszönet. Hát ez annyira evidens, annyira természetes, ez komolyan, ezért most zavarban is vagyok itt, hogy ez volt az észszerű járható út. És aki ezt választja, azért nem csinált, majd csak észszerűen döntött. Hát elvi alapon. Valószínűleg Rossz professzor beszegérdestét parancsolja. Csak én szeretnék. Tudjuk meg kérdezni jövőkutatótól, aztán még egy mondatot máshol is. A jövőkutatásban, illetve először visszatérve arra, hogy voltak olyanok, akik megjósoltak dolgok, akik megjelentkeztek, hogy repülni szeretnék, repülni fogunk. Nem arról szólt ott a történet mindegyiknél, hogy szeretnék valamit, hogy én szeretnék repülni, mondjuk, mert milyen jó lenne. Hát akkor majd egyszer biztos fog tudni repülni. Vernek könyveket én imádtam gyereknek, még nem is csak annyira gyereknek, vagy például a Jövő Század regényét Jukaitól, ahogy repültek, másodon, mint ahogy. Igen. Nem arról szólt itt a történet mindig, amikor ilyen jóslatok voltak, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ezt is tudnánk, búvá, és így tovább. Ez az egyik. A múlt történéseiből és adataiból lehet a jövőre következtetni, de nem arról szól megint a történet, hogy vannak szingularitások. Mire gondolok a DNS felfedezésére, az atom bomlás felfedezésére, a tranzisztor felfedezésére, amit nem lehetett előre látni, és ami alapvetően változtatja meg az emberiségünk életét. Aztán, amikor a tranzisztor felfedezték, utána már van a Moore törvény, amely kimondja, és ez szépen teljesül is, hogy bizonyos időszakot megbázódik az egy területen lévő tranzisztorok száma. Ám jön majd egy olyan felfedezés, és itt a molekuláris dolgokra gondolok, a biológiai számítógépekre gondolok, aminek már ugye megvannak az előzményei, majd megint nem lehet megmosolni, és a molekulatörvény biztos nem lesz rá érvényes. Tehát itt vannak ilyen kiugró szingularitások, ami reménytelen, tehát ez egy pillanat alatt következik be, ezt reménytelen megmosolni, és ennek a következményeit reménytelen megmosolni. Aztán, ha megmosolják, akkor már lehet jóslatokat tenni, hogy a géptérképet hogy lesz. Gondolom, ez a jövő megjóslásának az egyik nehézsége. Ezt szerettem volna elmondani. A másik, engedjétek meg, hogy én is csatlakozzak az előbbiekhez. Egyetlen gondolattal. Amikor te rektori pályázatot megírtad, nem tudom, emlékszel rá, akkor többen ezt elolvastam. Én is azért voltam. Azon kevesek azért már. Elismertem volna. És megkérdeztem, hogy komolyan gondolod-e, hogy a kohómérnöki kar megmarad, ha te leszel a rektor. Mondtad, hogy igen. Erre én mit mondtam?
emlékszel át, akkor már fogunk szavazni. Ja. De nem azért, mert félreértem a jelentők számára, tehát nem fosgyűjtés volt ez, mert ugye pont amit a Krista említett, ez már korábban is. Nem, egyébként én akkor azt mondtam egyébként általában fölfelé is, meg azért voltak házon belül is ennek, azt mondták, rombolni mindenkit tud. Én nem azért lettem rektor, hogy romboljak, az nem kell fog a rektornak menni, hanem inkább építeni kell, és az, hogy mondjam, nem vagyok kohász, de azt érzékelem, hát a fémek minden napjátok benne vannak. Voltak és lesznek. De, vagy pedig a, tényleg a műanyag, a polimer, vonal, hát teljesen világos volt, hogy a kohász az élt ahhoz is. Hát és hogy ez a jövő, tehát, és először voltunk ki, nem tudom kivel a Nokia-nál Finnországban, hát a kaptai, vagy valaki tudom volt tőletek is, és végig. Ott külön anyagtudományi, nem is intézet volt az, hanem szinte egyetem. És akkor fogalmazódott meg az, hát ha világon ez van, akkor már nehogy az egyen Miskolcon egy tanszék, vagy egy karléta forró kockán ezzel. Na úgyhogy, tehát számomra ez tényleg annyira evidens volt, hogy ez kétség nem is fért, és nem, semmi szubjektív elem nem volt, hogy a rám szalasztok, vagy nem. De a lényeg az, hogy betartottam az ígéretet, ugye akkor ez a lényeg. Na most, amit feltettél két kérdés, az egyik ugye az a, hogy mondjam, kiugró, ez ilyen outstanding pontoknak tekintjük, amik nagyon zavaróak az előrelátásban, mert gyönyörű szépen megy minden, és a végén pedig ott van egy ilyen kiugró érték, mit kezdjük vele. Most, ami gond, vagy nem gond, ami jellemző a mai világban, nagyon sok ilyen van. Régen ilyenek azért, hogy mondjam, volt ilyen, de most tömegében jelennek meg. Tehát ugye most ez a, ezért mondtam, ez a, ezért mágikus erő az ezred forduló, tehát tényleg valahogy mindenki ez annyi mindent várt a ezred fordulótól, hogy és tényleg be is következtek olyan események, amik szó szerint szakadás történt. Tehát igaz, amit mondasz, csak az, azzal mondjuk bővítem ki, hogy ezek a kiugrói dolgok, ezek ma olyan tömegesek, hogy kezelni is nehéz. Egyébként a kiugrói kezelésére ugye vannak különböző technikák, de ha ilyen sok van, akkor már így bizony baj van. Tehát ez a probléma, úgyhogy... Akkor... Igen, bocsánat. Ha szabad még kérdezni egyet, az emberek kíváncsiak, már csak ilyenek vagyunk, és nagyon érdekel mindenkit a saját személyes család, stb. Jövője, és az egész emberiségnek a jövője. Erről beszéltél, nagyon-nagyon érdekes előadást, nagyon köszönjük. De azért megkérdezem, hogy biztos-e az, hogy jó lenne az, hogyha az emberiség megismerné a jövőjét? Hogy biztos-e ez? Hiszen magad mondta a professzor, hogy Pécsen azon a bizonyos előadáson, ahol ott volt a Jósics, és letette a botot, hogy ugorjon rá, és megmondom, hogy mikor fog meghalni, senki nem mert átugrani. Biztos-e, hogy jó lenne, hogyha tudná az emberiség a jövőjét? Hát ugye teljesen egyértelmű, hogy ahogy szokták mondani, az emberiség káoszban fulladna akkor, ha mindenki tudná, ha tudnánk azt, hogy holnap után, most mi lesz velünk, ugye akkor az egész életfilók, szóval káosz, havaria. De itt azért én nem csak kimondottam az egyén jövőjéről, de mondjuk az, hogy mondjuk egy fiatalember számára milyen karrier, és itt van az, amit mondtam, nem egy jövőt, hanem jövőbeli utakat lehet felvázolni. Egy fiatalember számára milyen jövőbeli lehetőségeid vannak, ha így még ide jutsz el, ha így még ide jutsz el. Tehát azt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy az előrejelzés sohasem egyetlen szám, hanem az előrejelzés az mindig több alternatív, több variációt jelent, attól függően, hogy hogyan alakulnak a körülmények. Tehát ebben az értelemben az jó, ha én tudom azt, vagy a bírósítós hagyállom már a jövő másnap menő föl, egy fiatal ember tudja azt, hogy az ő jövője, hogyha ez várhatóan mi lesz, ha ezen az úton megy, mit kell, vagy pedig az, hogy el akar érni valami célt, hogy ez a normatív jövő, amikor visszavezetem, azt mondom, hogy ez akarok lenni, mit kell tennem, hogy kétféle megközelítés van, most ez van, és ezt vetítem előre. Vagy egy jövőbeli képet kialakítom, és visszavezetem, mit kell tennem ahhoz, hogy azt elérjem.
Tehát, na most ez ilyen értelemben nagyon hasznos, és ezt szeretnék tudni. Akár a világ jövője szempontjából is fontos, hogy hová vezet az, ha. Tehát én azt mondom, hogy ezeket jobban tudjuk, de nem úgy, ahogy interpretáltad, tehát nem az, hogy konkrétan most mi lesz veled, és tehát nem ilyen értelemben nyilván, mert az egy teljesen más dolog, és azt szerintem senki megmondani nem tudja, hogy most kivel mi lesz, mert az teljesen más kategória. Tehát ezzel nem is foglalkozik a tudományos jövőkutatás, az egyének, főleg egészségi és egyéb állapotának a előrejelzése, az inkább orvos tudományi feladatot. Ti eltudjátok dönteni bizonyos paraméterekből, meg bizonyos dolgokból, hogy mi vár valakire. Az egész emberiség szempontjából kérdeztem azt, hogy gyújtok. Most nézd, az emberiség szempontjából az kétségtelen tény, és ez már régóta világmodellekkel, ezt mindenki mondja, hogy óriási veszély felé haladunk. Egyébként a Földön érezhető is ez a biztonság, a bizonytalanság kérdése. Az emberekben van egyfajta félelem, egyfajta pánik, egyfajta letargia. Attól kezdve, hogy a kábítószer egyéb, ezek mind tünetei annak, hogy nem egy jól kiegyensúlyozott, boldog jövőt látunk magunk előtt. Egyébként csak mondjak egy példát, az, hogy a magyar népesség fogy folyamatosan. Ez szerintem a magyarok pesszimizmusának egy nagyon komoly tényezője. Mert hogy egy olyan nemzetben élni, amelyről tudjuk azt, hogy megy lefelé, 2050-ben 8,5 millió leszünk, mondjuk aztán már csak 3 millió. Szóval ez az emberekben okoz egyfajta ilyen pesszimizmus, rossz kedvet. De a Föld népesség egészére nézve, én azt továbbra is nem csak érhet ezt, de bárki azt mondja, hogy itt a teremben, ha ez a folyamat tovább megy, hogy a Föld népességének 80-90%-a nyomorog, éhezik, iskolázatlan, nincs egészségügy, és mondjuk 20%, ez biztos, hogy nem vihető sokáig. És itt félreértést ne legyen, a drótkerítés sem állítja meg, hogyha egy ilyen tömegméretű, ilyen milliós népmozgalom indul meg a szegényi déltől a gazdag észak felé. Egyszer egy tudós azt mondta, hogy ha a számokat egymás mellé rakjuk, olykor azok mozgósító erélyek is lehetnek. Hát, ha így lesz, mint is lehet kívánni egy ilyen diskurzus végén, az, hogy minél többen és forgassák azokat a tudományos eredményeket is használják föl, akikkel ez tulajdonképpen tartozik. Meg még egy dolgot lehet kívánni Besenyei professzornak, azt, hogy minél több teniszmérkőzést játszol be egészségben, jó érzéseket. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lehetett. Ugye most a jövő került előtérbe, akkor inkább a múlt lesz, egyiptológiai előadás lesz, Bács Tamás. Érdemes őt a képnézőbe, a Google-be megkeresgetni, mindig a misztikus ruhákban, mint a régészek szerepe. Úgyhogy nagyon izgalmas kalandjai vannak Egyiptomban, érdemes őt majd meghallgatni. A jövő héten is jöjjenek már, sok szeretettel várjuk akkor is önöket. Tudom, hogy sűrű a program, de hát ha belefér. Köszönjük, hogy most is eljöttek.